Na hát folyt köv. Na nézzük meg, milyen a Model 3-as Ludicrous, mert tehát, hogy megy. Szerintem akkor kapcsoljuk be a gyakorlatilag a sport bal lábat, megbeszéltük, hogy igen. El akjuk adtatni. Okay. Jó. Tehát ugye rájönünk a kis autóikon ott a bal alsó sarokba, azaz. És akkor a driving mód rányomunk, és akkor ott fel a chillt áthúzott sportba. És akkor ott kinyomod az X-el. Úgyhogy most, ha majd rálépsz a gázra, akkor más lesz a pedál reakció, hogy készülj fel ez a vidám parkos hangulat következik most. Úgyhogy indulhatunk is akkor. És nem felejtette, hogy le kell húzni a kart. Van jövője a fiatalember. Van jövője, kérem szépen, az autó szakmába, a taxisnak már biztos el tudsz menni. Stabilan. Jobbra megyünk. Arra nem lehet kimenni. Csak ott arra. És akkor ott balra megyünk. Hát most egyszer megmutatom, most a Tesla lesz, akkor könnyen tudsz ide járni. Töltőhöz. Társban van. És akkor itt vannak a hulladék európai autóknak a töltők, látod? Vicceltem, a fejlődésben lévő európai autóknak itt vannak a töltői, amik 11 kW-tal tud tölteni, meg kamu 50 kW-tal, egyik se tölt 50 kWh-val, pontosan a kilowattal, csak ilyen 42, 44, 38, mikor itt a zebra, akkor itt állj meg, állóra, ott a zebra, menjünk még tovább egyenesen, most állj meg. Jó? És akkor most nyomj ennek egy padlót, de frankon. Szállj. Na milyen volt? Hát azért nem olyan, mint a 150 olyan, hogy olyan azt a végig, mert egy picit. Lesz egy-két lehetőség, ez a lezárt terület, ahol tudunk tesztelni. Aha. Azt a minden. Mehetünk. Megint már kicsit nagyon nem jön mögöttünk senki. Á, jön egy Chevrolet. Nem érdekes az lass, és lehet picit. Így. Hihetetlen. Minden repül. Szóval ez az az élmény, amikor... Mint akkor a Millennium Falcon-ba így megnyomják így a hiperülugrást. Volt, ezt mondta a sógorom egyébként, benne volt már 2-3 viszki. Akkor így egyébként is egy ilyen művész lélek. Mondta, hogy olyan érzése volt tényleg, mint a csillók háborújában, amikor fénysebességre kapcsolatok, és elkezdtek a csillók húzni. Este jött be, és ugye világítottak a fények kint, meg ugye egy-két autónak is a visszapillant, ugye a prizmája világított, és akkor így írtam, elkezdett így húzni mindent. És hát ugye szülinapom ugye 31-en voltak, abból 30-an az anyámat kivétel mindenkit megkocsikáztattam. És mindegyik azt mondta, hogy ő körülbelül tudja, hogy mire számíthat. Ja. Na hát mikor beültek és kiszálltak, ugye, hogy megkérdeztem tőle, hogy erre számítottál? Mindenki azt mondja, hát Laci, mindent el tudtam képzelni. De ezt már. Zsófi majd egy ilyent videózza el elég. Jó. Úgyhogy... De hát itt is megörökítjük. Úgyhogy... Ezt kell hátulról, így, hogy a telefon így hátra dobódik. Indítsad, mert mindjárt gyorsan. Zsófi, indítsd. Mert nem tudom, hogy... Tehát jól lassan fog menni. Jönnek mögöttünk? Nem baj. Sírni fognak. Menjél majd máshol gyorsan. Lesz még rá máshol is alkalom. Ez hihetetlen. Szóval egy másik világ. Meg majd megnézheted most és is. És így megemelkedik az autó eleje, és onnantól menet van. Hát a nagyot nem emelkedik azért, mert azért még csak sportfutó van alatta. Az első kerekes autók az jobbok, mert ugye ez négy kerekes. Uh-huh. Nem taposod a neki? Baldagságban nem jönnek. És a borsába megyünk. Jó, de lépett most is jönnek neki, hogy száz nehogy gyorsul lépjön. Jó, hogy itt 150-es távra van. Igen, igen. Szóval. Német autóban. Ez a dinamika egyébként, tudom, hogy furán hangzik, de az emberek jelentős részét inkább elriasztja egyébként, mint megállva ragadja. Az ilyen warriorokat, meg akik a 300-ban benne voltak, tudod,
és pártaiak, azok imádják ezt a dinamikát, mint én is. Annak, hogy a testalkatom nem engedi azt következtetni, hogy spártai lennék, de attól függetlenül ezt a marsikus, dinamikus attitűdöt, ezt nagyon tudom szeretni. És az ebben kellettős része még félettől a teljesítménytől. Uh-huh. Mint ahogy a Vidám Parkban is paráznak. Én amikor eljövök a Miki barátommal vitorlázógépen parádézni, és akkor ilyen XG-s vonatozás megy, meg bemegyünk a csavarba lefelé, meg minden, és akkor más az összehányja a fedélzetet, meg elálljon, meg hahotázni szoktam a röhögéstől boldogságomban. Tehát mindenki másképp éli meg ugyanezt, mert ugye mindenkinek máshol van a tudata így félelem szinten. Úgyhogy nekem ez abszolút egy ilyen felszabadultságot hoz. Úgyhogy ha bármi nyögön van, akkor nyomok 3 parkettát, és amire bekaptam volna egy szanakszot szinte, vagy bármi más. Minden bánaszod elvész. Szanakszot nincs, se kaptam be, úgyhogy ez nem tudom milyen élmény lehet. Az lehet, hogy ez topítja, tudod, hogy nekem ez felszabadítja. Úgyhogy... Hihetetlen. Hát figyelj, ezt mondom, hogy sok mindent tud adni, tehát ez az autó, ez gyakorlatilag ez igazi innováció a hagyományos közlekedéshez, mondjuk a szénalapú, vagy nem tudom minek nevezném, a dízel-benzines közlekedéshez képest, ez nagyon sok szempontból más, és ugye ez attól lett sokkal jobb, hogy tényleg ez egy IT-vállalat, és elsőben egy mozgó számítógépet gyártottak, ami nagyon sok embernek egyébként riasztó is, tehát vannak olyan cimboráim, akik nyugodtan megtetnék, hogy vegyék egy autót, vonzódnak is hozzá, csak hogy meg kell tanulni ennyi minden új dolgot, ez elriasztja őket, és ezt próbálják tolni. Igen, aki konzervatívabban gondolkodik, és olyan autót is akkor nyilván már mellé jön. Én ezt abszolút jól látom, tehát hogy fiam, mai világról szól a világ, hogy most már fölgyorsultan erről szól a világ, hogy egyre hangsúlyosabb ez. Tehát aki ezt nem teszi meg, hogy alkalmazkodik ahhoz, hogy mindig az újat meg kell tanulni, az egyre jobban rosszul, egyre rosszabbul fogja magát érezni ebben a világban. Igen. Hogy ennyi, ezt tudomásul kivenni. Egyébként is szerintem ez az élet értelme, a fejlődés, nem? Igen. Ez, aki a... Másképp az emberiség stagnál, tehát tényleg. Így van, abszolút így látom. És az, hogy felgyorsult ütem van, amit főleg a nyugdíjasok valami rosszul kezelnek. Hát nagyon nehezen. Nyilván én magamon is érzem, hogy egyre lustább vagyok, de hát valahol ezen uralkodni kell, nem? Igen. Mint a sebesség határa. Ez hihetetlen, hogy gyakorlatilag nem is kell, hát jó, nyilván tükörbe kell nézni, biztonság, de hogy ott, hogy mindent lát az így autó. Van, így van, az ikonok az föl. Ugye most hogy csak frissítés, egy... akkor a táblákat is, mert most még nem mutatja a sebességmérő táblát, de majd fogja mutatni azt is egyébként. Meg ezek a táblák is. Először majd felismeri, és akkor kirakja oda. Szóval azt tudod, hogy dupla komputer van benne, a repülőgépeken, hogy egymást tudják felülírni a biztonság miatt, akkor megy csak az autópályát előre, ha mind a két komputer azt mondja, hogy igen. Uh-huh. Akkor fékez, ha mind a kettő azt mondja, hogy igen. Yeah. Tehát, hogy ne hibázzanak. Ő valaki által egy váltos kalusnét az úton. Szóval, nincs mese, integrálni kell az új dolgokat, és ez rengeteg előnnyel jár egyébként, mert amikor valaki elkezd használni egy elektromos autót, akkor jön rá, jövő rá, hogy mennyi öröm van vele. Sokkal több öröm van vele, mint amennyi nehézség megtanulni kezelni. Egyébként ezért is van Németországban rendkívül sok i3 bolcson eladó, mert sokan megveszik, hogy jaj, a környezetvédelem, meg milyen menő, meg elektromos autót vettem. Azt hogy gyakorlatban el kell kezdeni használni, és nincs mellettük egy support. Ezért is nem mindegy, hogy kin keresztül vásárolsz az elektromos autót. Mert ha úgy veszel autót, hogy kapsz hozzá egy supportot, bárkit fel lehet hívni, belőle lehet megtanulni dolgokra, hogy sokkal könnyebb integrálódni egy új dologba, így van. Igen. Szóval van az embernek egy ilyen biztonságérzete. Mint hogyha kifizetted, és utána ne is lássuk többet, csak a kötelező szerviz. Nem? Hát igen. Tesla-nál nincs is ilyen, hogy kötelező szerviz. Hallod, ezzel is hülyére vesztek a többi gyártó. Hyundai-nál kiállnál, és kitalálják, hogy mennyit 15 000-ként cserél, meg a BMW-n is. Kicserik 2 évent a fékolajat, érted? Nem is használ a fékolajat szinte. Ebben például olyan akkora nagy polenszűrő van, hogy 100 000 követelteni kicserélni. Nekem biztos kifogom 50 000-et, mert ebay-ről lehet olcsóan letenni a polenszűrőt, hogy ki fogom cserélni most már. Már benne 30 valahány ezer, 3 000.
lassan. Szóval van benne dinamika, mi? Az biztos. Stabilitás, agyfüles. Kihozza az emberbe a rossz pontot. Igen. Ugye? Igen. Benne van az emberben, hogy a zsiványságot azt kitekeri. Taposd neki, be kell férnünk. Történjen valami. Kezelébe állj. Hallod, hogy a világ 3-4 éves volt. Én amilyen még be kell férnünk ott a kamion elé. Még 1000 méter, hol van ez még 1000 méter? Hát a Forma 1-ben van, de kitintanak. Hallod? Hol van még a... Fő a biztonság. Hol a box utca még arrébb? Jól vezetsz, van érzéket hozzá. Én nem szoktam így bátorítani senkit sem. Megtiszteltetés. Hát de tényleg, hát figyelj, még az idősebbek között is azért vannak olyanok, akik túlértékelik a saját képességeiket. Itt róla jött. Bár mondjuk ezt a nagy sebesség korlátos betartás meg mindent, hát ez, hogy ugye, hogy biztonságosan vezessek, ezt mondjuk apumtól vettem át így. Mert hogy, apa, inkább maradok itt. Igen, mert mert hogy ő volt az, hogy soha nem futott radarba, tehát egyszerűen annyira biztonságosan vezet, hogy de ez úgy valahogy úgy belém ívódott. Nem, ő mindig betartja. Mint a fizetősé raktak ezeket a 11-22 kW-os AC-kat, azóta egy autó sincs itt. Valahogy te mindig itt lógott valaki. Érdekes módon tudnak olyan helyet dönteni, hogy ingyen van, gondolom otthon. Most figyelj, egy 22 kWh-s aksit, ha teli töltesz, mondjuk legyen veszteség, mondjuk nulláról töltötted, akkor ez 25 kW, akkor mit tudom én, ez 800 forint, 900 forint, legyen 1000 durva. És képes volt, hogy mit tudom én, itt üdögéli 3 és addig föltöltötte, hallod az aksit, mit tudom én, mert ezek töltenek egy 7 kW-tal, 8 kW-tal. Szóval nem jó az ingyenes töltés, mert visszajönnek az emberek vele, tudod. Örülök, hogy bevezették ilyen szempontból a fizetőséget, mert tényleg aki távot megy, annak ez viszont hasznos, hogy üres a töltő. Igen. Annál rosszabb, amikor megérkezel egy töltőre egy foglalat, annál nem csak rosszabb, hogy elképzelni. Annál csak az a rosszabb, hanem működik. Tehát baromi ritkán van ilyen. Szóval férfi a válásod következő lépését megtetted, szágozottál egy 500 dolláros autóval, úgyhogy ez 18 éves koros belépőnek szerintem ez egy jó kis lépcsőfok, hogy legyen egy minta előtted, hogy milyen autók a célok, milyen járművel szeretnék közlekedni a következő etapban.